A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban, január 22-én fejezte be a himnusz kéziratát csekén. Kiskörösen ez alkalomból a város kulturális intézményei ünnepségsorozatot szerveznek, melyben a Petőfi Sándor Városi Könyvtár is immár 15 éve részt vesz. A könyvtár egy író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, közönség találkozót, mikor milyen műfajként határozzuk meg, de mindenképpen a könyvtár és a könyvtár látogató közönségének igényeinek megfelelő programmal készültünk az idén is. Ez a program egészen pontosan az Álomgyár kiadó, könyvkiadó egyik legsikeresebb szerzőjének, Barát Viktóriának a dedikálással egybekötött könyvbemutatója, közönség találkozója lesz. Az írónő népszerűségét az is igazolja, hogy 2016 óta 10 kötete jelent meg. A könyvek mindegyike megtalálható a könyvtárban, melyek szinte mindig kölcsönzés alatt vannak. A népszerűségét az is igazolja, hogy amikor mi egy-egy könyvbemutatóra vagy közönség találkozóra készülünk, akkor mindig az adott vendég könyveinek az olvasóit személyesen is meg szoktuk szólítani, tehát lekeressük az adatbázisunkból azt, hogy ki az, aki őt olvasta, és ők külön is kapnak meghívót a protokollistán kívül, és még nem volt ilyen szerzőnk, akinek több oldalas kölcsönzési listája lett volna. Barát Viktóriával január 21-én délután 5 órakor találkozhatnak a rajongók a könyvtárban. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki szeretne részt venni a közönség találkozón, az a könyvtár hivatalos Facebook oldalán jelezze részvételi szándékát.